A változást különböző módon éljük meg, az egyik ember egy folyamatban éli meg, ahogy elkezd csinálni valami teljesen más, mint amit eddig csinált, és azt mondja, hogy ő már megváltozott, a másik ember pedig felkészül arra, hogy majd változik, és az egyik pillanatban megváltozik, és onnan már nem az lesz, aki volt. Tulajdonképpen akkor beszélhetünk változásról, amikor egy folyamat visszafordíthatatlanná válik. Ez a pillanat lesz az, amikor valóban megváltoztál. Igaz, hogy a folyamat közben teljesen más dolgokat csináltál, mint eddig, de még nem mondható el az, hogy akkor, amikor abba hagyod, akkor más ember lettél, mint ami voltál. Eljön a pillanat, a visszafordíthatatlanság pillanata, és ez az, amit valóban változásként lehet elkönyvelni, akár magad részéről, akár a környezet részéről egyaránt. A változás lényege a tanulásban van, ezért úgy gondoljuk, hogy a változás egy hosszú folyamat. Ez teljesen igaz, csak a változás sok szakaszra kell szétbontani. A legfontosabb szakasznak én nem is az eredmény nevezném meg, hanem az azt megelőző folyamatot, a felkészülés folyamatát. A legtöbben az iskolai tanulmányaikban arra emlékeznek, hogy nem szeretnek felkészülni mondjuk egy órára, akár kémia, fizika vagy magyar óra legyen az. Az iskolában egy nagyon picit másképp történik ez, ott leckéket kapunk, ami egy anyagnak az utókezelése, begyakorlása, és egyben a felkészülés a következő anyagra. Az életben ugyanezt kapjuk, csak már nincs ki föladja a leckéket, saját magunk kell megválasszuk azt, hogy milyen lépésekkel és min keresztül fogunk eljutni gyakorlatilag az eredményig. A saját szemináriumokon én mindig azt javaslom, hogy be kell illeszteni a tanultakat az életbe, és akkor, amikor beillesztjük, már tegyünk föl olyan kérdéseket, amelyek felkészülések lesznek, a következő alkalomra. Minden fejlődés sok impulzusból áll, és a változást csak az impulzusok rendszere fogja tudni előidézni számunkra. Értsük meg először a leckét, és azután a felkészülést. A lecke tehát a megkapott tananyagnak a begyakorlása, gyakorlatilag adaptálod az órán hallottakat az életbe. Nagyon fontos, hogy saját magad végezd el ezeket. A felkészülés tehát olyan kérdésfeltevés és saját erőből összerakott válasz, amely megcélozza azt, ami majd a jövőben lehetséges. Mind a kettőben kaphatsz segítséget, sőt nagyon jó, hogyha van segítséged, de fontos szó az önállóság. Az önállóság adja meg azt, hogy beléd íródjon be az a tudás, gyakorlatilag az az információ csomag, amire szükséged van a jövőben, akár azért, mert csinálsz valamit, vagy akár azért, hogy tovább haladhass a változásban, a tanulásban. Én nagyon szeretek felkészülni, sőt az egész életemre jellemző az, hogy állandóan felkészülök valamire, és akkor, amikor megkapom az eredményt, már is egy olyan perspektívát látok, amelyet felkészülésként tudok venni, tehát maga az eredmény, a felkészülésem egy lépése a még ezután következő pillanatokra. Ennek kívülről van egy olyan látványa, mintha én nem örülnék annak, amikor éppen elérek valamit, de nagyon is örülök neki, de azonnal tovább fűzöm az egészet egy következő lépésbe. Olyan, mintha egy széles időspektrumban élne az ember, és akkor, amikor halad és elér valamit, akkor már felkészül valamire, és még begyakorol valamit, de eredményeket is kap. Leginkább úgy tudod elérni ezt az állapotot, hogy egyszerre több dologba belekezdesz, valamilyen célod van, és a célt több szintre vagy több szakaszra osztod, és így mindig fölkészülsz és integrálsz, és mindig eredményeket fogsz elérni. Mindjárt elmondom, hogy miért választom ezt a stratégiát. A felkészülésemnek négy fázisa van. Először tervezek, aztán a körülményekkel foglalkozok, utána egy belső ráhangolódást csinálok, és végül megnyugszom. Számomra ez a négy fázis tulajdonképpen összeolvad, mindegyikben van a többiből is egy kicsi, tehát nem tisztán ezt vagy azt csinálom, de jellemző a négy fázisra és a sorrendre az, amit az előbb felsoroltam. Természetes, hogy a tervezés már egy ráhangolódás, hiszen motiválod magadat, és a tervek elkészültével egyre inkább motiváltabbá válok. Közben kaptam egy telefont, úgyhogy kiestem a gondolatból. Ja igen, a tervezés tovább motivál, és ez a belső ráhangolódásnak segítség. A körülményekről már beszéltem egy másik videóban. Számomra a körülmények kialakítása az előfutára annak, hogy majd ráhangolódom arra, amit majd fogok csinálni, sőt nem is az, amit fogok csinálni, hanem ahol, amikor és amit fogok csinálni. Miközben alakítom a körülményeket, összeszedem azokat a szükséges dolgokat, amelyek elengedhetetlenek, eközben átélem azt az eseményt, amire valójában készülök, tehát tulajdonképpen a körülmények kialakítása
és a belső hangolódás az nekem valahol egy csomag lesz, nagyon szorosan összefügg, tulajdonképpen a határ teljesen elmosódik. Ha szükséges körülményeket már kialakítottam, például hogy az eszközök összeállítása, hány és milyen ember kell, azoknak a megszervezése, tehát tulajdonképpen egy szervezési feladatról van szó, vagy a szervezésnek a tervezéséről és ennek a delegálásáról, belemegyek abba a fázisba, ami számomra a felkészülésnek a legfontosabb eleme, a belső ráhangolódásra. Ha négy fázis közül bármelyik kimarad, mert nincs rá idő, vagy nincs rá lehetőség, a belső ráhangolódást sosem hagyom ki. Nekem az a legfontosabb, fontosabb, mint hogy a fejemben ott legyen a lexikális tudás. Nem mindenki ilyen beállítottságú, valaki a lexikális tudásra épít, és ez a ráhangolódás, és ez fogja megadni neki azt a nyugalmat, hogy felkészült arra az eseményre. Ez teljesen érthető, mindenki különböző, én nem ezeket az utakat járom, az én agyam teljesen másképp dolgozik. Mindettől függetlenül a négy fázis mindenki számára ugyanaz, csak teljesen más és más fázisokra fogja a hangsúlyt fektetni. Hogy egészen konkrét legyek, most készülök egy előadásra, több szemináriumra és a Dreamrati Cinemának a folytatására. Teljesen más munkafolyamatokat igényel mindegyik, ezért teljesen más fázisban más és más kell csinálni. Viszont mindegyiket összefűzöm egy rendszerbe, és itt jön az a stratégia, amiről beszéltem az előbb. Ahhoz, hogy egyszerre több mindent csináljak, és megerősítse egyik a másikat, ahhoz olyan sorrendben rakom őket, ahogy tudok haladni. Az egyiknél kizárólag még csak a körülményeket alakítom, tehát egyáltalán nem jutottam odáig, hogy belsőleg ráhangolódjak. A másik viszont pár nap múlva kezdődik, és ott már megvolt az eszközök kiválasztása, a helyszínnek a felmérése, tulajdonképpen tematikai írás és belső ráhangolódásra van szükség ahhoz, hogy a megfelelő állapotba kerüljek a megfelelő időben. A harmadik esemény viszont két hónap múlva kezdődik, de hosszú távú folyamatról van szó, tehát teljesen másképp kell fölkészüljek, egy sokkal nagyobb lélegzetvételű feladatot kell csináljak. Az egészet egyfajta változási folyamatba foglalom bele, amit erre az évre tűztem ki, és ebben az évben, tehát sok-sok állomáson keresztül kívánok változni, különböző témákban. Az én felkészülési stratégiám abból ered, hogy nagyon sokfélét kell csináljak, és sokféle fázisban van mindegyik dolog, amiben éppen benne vagyok. Éppen ezért arra törekszem, hogy a felkészülési fázisokat egy kicsit összemosva, egy hullámszerű formában jelenítsen meg, tulajdonképpen egyetlen napon az összes fajta fázis a különböző feladatok miatt jelen van az életemben. Ezt csak úgy tudom menedzselni, hogy az életemben csak olyan feladatokat vállalok be, amelyek egybefűzhetők egy nagy folyamatba és egy nagy cél tudnak elérni, valamikor majd soká. Addig is, hogy jól szórakozzak, kisebb célok eléréséhez, különböző tudások megszerzése a cél, és azoknak a begyakorlása, amelyekkel felkészülök a következő állomásokra, és ezek az állomások megmutatják nekem azt a perspektívát, amelyben el tudom képzelni, sőt, akár látom is a nagy célt. Hogy meddig tart a felkészülés időpontja? Egészen pontosan addig, amíg meg nem történik a változás. Nagyon sokan küzdenek a lámpalázzal, a vizsgadrukkal, vagy valamilyen versenyszerű kihívással. Agyon izgulják magukat, hogy amikor eljön majd az a pillanat, amikor meg kell méretkezni másokkal, akkor vajon hely tudnak-e állni. Az én javaslatom mindenki számára, hogy ne arra a stresszes napra gondoljon, hanem készüljön föl, bontsa fel ezt a folyamatot sok lépésre, a sok lépésnél mindig van egy felkészülési szakasz, mindig van egy integrálás szakasz, ami egybeolvad már a következő felkészülési szakasszal, és így egy olyan folyamatot indít el, hogy egyszer csak ott van abban a pontban, amelytől a legjobban félt, de azt fogja tapasztalni, hogy a pillanat eljött, de a félelem nem. A megfelelő felkészülés tehát egybeolvad azzal a nagy pillanattal, tehát nem lesz stressz.